magam voltam bent, azt hiszem 3 nappal a közjegyzőnél a néninek az unokájával. Leadtuk a papírokat, azt mondták értesíteni fognak bennünket. Tegnapi napom folyamán bement az unokája végre a közjegyzőhöz, és azt mondták, hogy a meglévő birtokvédelemre fognak kiadni egy újabbat. Tehát egy újabb. Így van. Itt van, de már ma reggel közölték, hogy nem adnak birtokvédelmet. Illetve tegnap azt mondták, hogy csak akkor tudják kiadni ma reggel, amikor a végrehajtó megpróbálja a cselekményét végrehajtani. Ehhez képest ma bement a hölgy, és azt mondták neki, hogy nem tudnak birtokvédelmet biztosítani. Tehát itt eleve a jegyző egy óriásit hazudott. Szó szerint igen, hazudott, mert megígérte, hogy kiadja végre a birtokvédelmet, ma meg már azt mondta, hogy nem adja ki. De jelentősége nincs, egyetlen... Béla, van annyi helyzemény, a hölgy beszélt a jegyzővel. Hogy mondja, hát köszönöm. Ő annyit mondott, hogy tudja, hogy ott van a családtag az önkormányzatnál, és intézi a birtokvédelmet, és azt mondta, hogy fog beszélni a végrehajtóval, a képviselőhöz, és elvileg két hét haladékot erre fogunk kapni. Jó lenne tudni, mert az én szomszédom is szeretnék vele beszélni. Ugyanakkor mondom, tehát nagyon fontos, hogy a több évvel ezelőtt tulajdonos, az áraverhénkhez, az már nem tulajdonos, de ő kérte a végrehajtást. A követelését eladta egy magánszemélynek, egy cégen keresztül, aki tulajdonos ebben az ingatlanban, ami az áraverhénkhez megkapta a követelését. Kielégít. Innentől kezdve ő nem adhat végrehajtásra, úgy másnak a nevé. Az eredeti tulajdonos adhatna erre az ingatlanra a végrehajtást, de nem adott. Hát ehhez egy jogász kell. Nem jogász. De hát itt adott jogász, hogy nem szabad egy ráadásul az ingatlanon van egy perteljegyzék. Van egy perteljegyzék. Már eleve nem hajthatnák végre. És van egy tulajdonképpen egy élő birtokvédelem a néninek. Úgyhogy nem tudom, hogy mit fognak dönteni. Én nagyon bízom abban, hogy a jogszerűségen belül maradunk, a törvényességen belül, és ezt át fogja látni a rendőrség, az önkormányzat, illetve elsősorban a végrehajtó. Ha ezt nem látja át és végrehajtja a kilakoltatást, innentől kezdve nem tudunk mi törvényességről beszélni. Nem, abszolút lehetetlen törvényességről beszélni, mert bármit... Tehát minket visszatnak törvénytelenségre, azáltal, hogy ők törvénytelenséget követnek el. Itt a rendőrségnek. Meg kell kérdezni a parasztatot, mert itt intézkedett már mindenki. Itt ott a kamerás ember, attól meg tudja kérdezni ki a rendőrség vezetője. Rendőr urat, a parancsnokukkal szeretne beszélni a 11. kerületi képviselőhöz. Igen. Jó, mi történt? Csókolom, Orok Zoltán. Elment a hölgy az unokájának, a hölgynek az önkormányzathoz birtokvédelmet kérni. Azt meg kéne várni, azért bármi is történik, hogy visszahozza ide a papírt, hogy a végrehajtókkal tudjon beszélni. Hát én úgy gondolom, hogy a birtokvédelem, amit a jegyző kiállít, az nem üti felül a bíróságnak a határozatát. Hát addig haladékot ad a kiköltöztetésre, mondjuk. Nem gondolnám, hogy ezt egy önkormányzati intézkedés bármilyen formában megoldaná. Uh-huh. Tehát egy bírósági határozatot nem lehet felülbírálni egy helyi önkormányzatnak bármilyen rendelkezésének, vagy bármilyen írásos anyagának. Ez igaz, de egy birtokvédelem, amit kér a család, azt viszont én de most azt mondta jegyző úr, jogerős állami bírósági intézkedése, végzése szemben nem lehet bírósági védelmet kérni. Tehát kicsit itt jogilag, hogy úgy mondjam, el van a pillanat. Igen. Akkor tehát most mi fog történni, akkor ezt tisztázzuk le. Most be fog hatolni oda a végrehajtó cég, és kirakja a 90 éves nénit a lakásából. És önök ehhez asszisztálnak. Nekünk kötelességünk ezt végrehajtani, a végrehajtónak segítséget kell nyújtanunk, ez jogszabályban meg van határozva. A végrehajtásnak a módja
annak jogi alapja az minket nem nagyon terhel. Tehát a végrehajtó felelős ezért, hogy azért vagyok felelősnek, hogy az ő tevékenységű, az a szükséges rendőri karhatalmi segítséget megoldja. Tehát igazából mi nem foglalkoztatunk azzal, hogy az mennyire jogos, vagy mennyire sért emberi, egyéb más érdekeket. Csak sajnos nem tudok önnek mit mondani az ügyben. Úgyhogy gyanítom, hogy itt a végrehajtáshoz meg fog történni. Jó. És ki a végrehajtóknak a vezetője, kihez lehet fordulni? Hát megmondom, hogy itt van a végrehajtó, szerintem ott benn van a lépcsőházban. Köszönöm szépen a tájékoztatást.